A gyerekek bérett az egyetlen drága pici datúja szívbank. Kóstoljuk meg le, amilyen. Megvan leagyúva rendesen. Uha. Ja, akkor a legfinomabb, mikor megvan leagyúva, jó, be van érve, édes, érett. Na jó, hadlan. Kicsike az ugye, az egész fa kicsike volt. Csodálkoztam is, hogy adott egy gyümölcsöt az idén. Na lám. Vágjuk el kettőbe. Aj, de szép a bele. Úgy évezem ezt az erezetit olyan, mint egy fa. Adlan, előbb illatoljuk meg. Oh yeah! Van egy különleges illata, nem tudom mihez hasonlítsam, de nagyon jó. Oj, de édes, jó, beszarok! Úgy évezem, mikor először kóstolom meg a saját termést. Haj, de finom. Azt a tolvaját. Fúj, de édes. Hú, hihetetlen milyen édes. Wow. Még meg lehetne enni héjastó, de héja egy kicsit kemény, annak nem szeretem. Kirágom belőle. Ez igen. Wow. Milyen lédus, milyen aromás. Le kell jó szopogatni. Élvezzed, hogy a nyelveden olvad a cukor. Fogat mosok vele. Kicsit dobom ezt a héjat, beteszem a nyelvem alá, és úgy fogok majd járkálni egész nap. Ez a bélyeg, gyerekek, nyelved alatt a bigiri bélyeg! Oh yeah. Gomagy vagyok én. Pedig hát nem gomagy, hát eszek egy gyümölcsöt, no. Látom a kommentben, ha meg fogjátok poénkodni, de... Ja, van benne két pici magocska. Két kicsi fekete magocska, ki kéne vegyem, s kicsire asztassam őt. De kinek van türelme egy ilyen pici maggal taknyolni? Megeszem s majd, ugye, és oda menjen vissza a fődbe, ha aki kell. Micsoda elégtétel, gyerekek. Milyen élvezett gyümölcsöt enni. Hihetetlen. Nincs semmi jobb a világon, mint gyümölcsöt enni. Egy jó, édes, érett, friss, édes gyümölcsöt. A szex vizet se vihet. Gyerek cipőbe jár. Kicsit leseppent a hasamról a küldökömbe. Nem tudom, leír-e odaig a nyelvem.
Sokkal hosszabban tartó évezet. Jobb az alkoholnál is, nincs másnaposság. Wow. Oh yeah. Oh yeah. No! Ezt kinyaltuk rendesen, gyerekek! Hát ez hatalmasan finom volt. Nem gondoltam, hogy ilyen rohadt jó lesz. Ja, ilyet lehet persimont otthon is Magyarországon termeszteni, nem? Ez nem kell ehhez trópusi vidék. Vagy lehet-e? Nem tudom, Erdélyben nem láttam ilyent soha annak idején. De mit tudom én, valaki meg tudja mondani biztos a kommentekbe. Micsoda jó volt. Na jó. Ennyi jót adott, hogy a szíva kóstoló, aminek van egy csomóféle neve, többet között kakinak is hívják. De nagyon, nagyon kedvelem ezt a gyümölcsöt. Most egy volt, ugye egyet ettem meg, de meg tudnék enni legalább 30 darabot egy nekifutásból. Ilyen kicsikéből lehet még többet is, de... Micsoda élvezet. Az ujjaimot majd elfelejtettem. Oh yeah. Na jó. Ennyi volt már a gyümölcsös éveszkedés.